Hamarosan kezdünk. Előtte azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy amennyiben a kép és a hang minősége rendben van, akkor egy okéval jelezzétek ezt nekünk, legyetek szívesek a chat falon. És azért várunk egy kicsit, mert körülbelül fél perc csúszásban vagytok, úgyhogy meg kell várjuk, hogy megjelenjenek az okéitok. Jó, közben okay. A kolléganő itt jelezte, hogy rendben van minden, igaz? Szuper! Sziasztok! Akkor én sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai kerekasztal beszélgetésünkön, melynek témája a távoktatásos mérlegképes könyvelőképzésünk, a könyvelői életpálya, az elhelyezkedési lehetőségek és a könyvelői fizetések. Én Kara Diana vagyok, a Penta Unió vezető képzésmenedzsere, a kamera túloldalán részvevők mellett pedig szeretettel köszöntöm a kamera ezen oldalán részvevőket is, a képzés szakmai felelőseit, Havas Norbertet és Dr. Veres Attilát. Beszélgetésünknek alapvetően két fő csapás iránya lesz, az egyik a mérlegképes könyvelő képzésünk, a másik a könyvelő szakma. A beszélgetésünket korábban készített videós interjúk és a résztvevőktől kapott videós értékelések fogják színesíteni. Köszönöm. A tervezett témáinkba pedig mi igyekeztünk a mai beszélgetés során beleépíteni az előzetesen érkezett kérdéseket is, melyeket ezúttal is nagyon szépen köszönünk a számotokra. A live ideje alatt is nyugodtan tegyetek fel kérdéseket a chatfalon keresztül, és a live alatt, illetve a végén pedig mi ezeket megválaszoljuk majd a számotokra. Kezdjük is a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Szeretném kérni a képzés szakmai felelőseit is, hogy mutatkozzanak be nektek. Kezdem én Havas Norbert vagyok, 1998 óta, vagyis 25 éve tanítok számvitelt felnőtt képzésben és felsőoktatásban, közben 10 évig egy nagy felnőtt képző cég vezetője voltam. Sziasztok, Veres Attilának hívnak. A főiskolás, illetve az egyetemi évek után pár évig a Deloitte-nál dolgoztam könyvvizsgálati területen, majd ezt követően visszatértem a PSF-re, a pénzügyi és számviteli főiskolára tanítani. 2002 óta tanítok a felsőoktatásban, jelenleg egyetemi docens vagyok a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi és számviteli karán, és 2015 óta Norbival közösen vezetjük a számvitel navigátort, és mi vagyunk a Penta Unió pénzügyi és számviteli képzésének a szakmai felelősei. Mielőtt elkezdenünk és jobban belebonyolódnánk magának a szakmának a rejtelmeibe, én Norbit szeretném megkérni, hogy mondd el a résztvevőknek, kérlek, hogy hogyan kerültetek pontosan kapcsolatba a Penta Unióval, illetve mikor indultak az első közös képzéseink. Mi 2015-16-ban kezdtük el a Penta Unióval a távoktatásos mérlegképes könyvelő képzést fejleszteni. Másfél éves fejlesztés után 2017-ben indítottuk el az első távoktatásos kurzusunkat, mérlegképes könyvelő képzésünket. Ez azért nagyon fontos, mert mi nem 2020-ban a Covid hatására kényszerből átadtunk át a távoktatásra, hanem már a Covid előtt 3 évvel felismertük azt, hogy ez a jövő a távoktatás. A beszélgetésünk az, ahogy mondtam az elején, alapvetően két gondolat köré fog szerveződni. Be fogjuk mutatni a mérlegképes könyvelői képzésünket, és beszélgetni fogunk a könyvelői szakma jelenlegi helyzetéről. Normival ez már nálunk hagyomány, hogy minden évben készítünk egy kérdőíves felmérést a szakma helyzetéről, és a felmérésünk alapján írunk egy tanulmányt. A legfrissebb tanulmányunk is elérhető a számvitelnavigator.hu oldalon, mindjárt a kolléganő a hozzászólásba be fogja majd nektek másolni azt a pontos elérési utat, ahol ezt a tanulmányt megtaláljátok, és nyilván majd nem most, hanem valamikor az előadás után elolvashatjátok. Mi a legutóbbi kérdőves felmérésünket, ami 2022, azaz tavaly készült, 2022 nyár elején, azt 1070 kitöltött kérdőív alapján értékeltük, és ezek a kérdőek 3 dologra koncentrálnak, 3 kérdéskör az, ami megjelenik a kérdőívbe. Kíváncsiak vagyunk mindig arra, hogy milyenek az elhelyezkedési esélyei a könyvelőknek. Nagyon érdekel minket az aktuális fizetések, a bérek a könyvelői szakmában,
És ami lehet, hogy talán a legfontosabb, mindig kíváncsiskodunk abba az irányba is, hogy vajon a könyvelők hogyan érzik magukat a munkájukon, mennyire szeretik a szakmájukat. Először szeretnénk nektek megmutatni a kérdőes felmérésünk eredményei közül azt, ami az elhelyezkedési esélyekről szól. Igen, ez a tavaly készült felmérésünk. Azt látjuk, hogy már nagyon sokan a könyviteli tanulmányok megkezdése előtt elhelyezkednek ebben a szakmában, pontosabban a mérlegképes könyvelő képzés megkezdése előtt. Ugye ennek az a magyarázata, hogy a könyvelő szakmának vannak alacsonyabb szintjei, egy közgazdasági érettségivel vagy pénzügyi számviteli ügyintéző végzettséggel is el lehet már helyezkedni, és ebből jön ez a táblázat, hogy már a könyvelőképzés, mérleképes könyvelőképzés megkezdése előtt nagyon sokan a szakmában dolgoznak. Látjátok, hogy talán a legtöbben a képzés alatt helyezkednek el, és azt is látjátok, hogy legkésőbb 3 hónapon belül, a képzés befejezését követő 3 hónapon belül a társaság 80-85%-a el tud ebben a szakmában helyezkedni. Talán ezek a legfontosabb adatok. És erről viszont készítettünk is egy riportot, megkérdeztünk 4 munkaadót, hogy ők hogy látják az elhelyezkedési lehetőségeket. Ezt a videót fogjátok most látni. Én azt gondolom, hogy a profession.hu-t nem kell senkinek sem bemutatni. Ti vagytok Magyarország legnagyobb állásközvetítő portálja. Hogyan látod a könyvelők elhelyezkedési esélyeit mostanság? Az elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy a könyvelés kategóriában feladott hirdetések a profession.hu-n a hirdetések 7%-át teszik ki 2022-ben. Ez azt jelenti, hogy csak pénzügy könyvelős kategóriában 15 000 hirdetés jelent meg, és kifejezetten könyvelőt pedig 5 000 hirdetésben kerestek. Ez viszonylag magasnak mondható, tehát azt mondhatjuk, hogy ebben a szférában folyamatosan szükség van újabb szakemberekre. Az ICT Európa Finance ZRT nem csupán egy vállalkozás, a cég egy magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken kiváló minőségű szolgáltatási portfóliót alakítottatok ki. Mi a siker titka, és mi az, amit illik rólatok tudnia egy szakmabelinek, illetve egy potenciális ügyfélnek? Ugye mi egy magyar tulajdonban lévő cégcsoport vagyunk, akik rendelkeznek nemzetközi háttérrel, tagjai vagyunk a Russell Bedford tanácsadó hálózatnak, világszintű hálózatról van szó, több mint 100 országban vannak jelen, több mint 350 iroda van világszerte, tehát az ügyfelek képviselete nem áll meg úgymond a határainknál, hanem azokon túl is tudjuk őket képviselni. Ezen kívül házon belül elkezdtünk terjeszkedni, és azt gondolom, hogy egyedülálló módon Amerika felé nyitottunk, magyar könyvelőirodaként ez azt gondolom, hogy egy hatalmas lépés, és gyakorlatilag a hozzánk becsatlakozó kollégák valóban egy komplex szolgáltatást nyújtó cégcsoportba csatlakoznak be, és ebből kifolyólag nagyon sok területre tudnak rálátni, a könyveléstől kezdve az adózáson át, a bérszámfejtésen keresztül, egészen akár a jogi üzletekig, ahol a munkajog, cégjog és egyéb jogi dolgokkal szolgáljuk ki az ügyfeleket. Hogyan látod a munkaerőpiacot, mennyire terített, mennyire könnyen tud elhelyezkedni egy könyvelő? Én azt gondolom, hogy a COVID alapvetően nagyon sok mindent átrendezett, és ugye akár a földrajzi határokat is le tudjuk most már sokkal könnyebben győzni, úgyhogy ha valaki elvégez például nálatok egy képzést, az azt gondolom, hogy nem hoz egy rossz döntést, mert nem korlátozza be saját magát a Budapesttől távol eső városba adott esetben, hanem bárhol tud állást keresni. Ez nyilván nálunk is különböző kapukat megnyitott, amikre próbálunk építeni, és van kollégánk, akik Győrből dolgoznak, vannak, akik Kaposvárról, tehát az ország minden tájáról.
Alapvetően, amikor mi keresünk valakit, akkor nem is feltétlenül arra a pozícióra keressük az embert, hanem alapvetően az alapelvünk, hogy mindig egy következő szintre próbáljuk meg belülni. Tehát, hogyha felveszünk egy asszisztenst, akkor mi nem egy asszisztenst keresünk, hanem egy leendő csoportvezetőt, egy leendő adótanácsadót, egy leendő szenior könyvelőt adott esetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pályakezdőként is nagyon-nagyon jó lehetősége van annak, aki a könyvelésre adja a fejét, és mi is folyamatosan hirdetünk és keressük az embereket. A Grafton egyike Európa legnagyobb toborozó vállalatainak több mint 30 éve munkaerő közvetítői szolgáltatást nyújt. Mi a siker titka? Mi az, amit egy szakmabelinek, illetve egy álláskeresőnek illik tudni rólatok? Hát első körben is szerintem érdemes azt tudniuk, hogy mit jelent az, hogy munkaerő közvetítés. Sokszor ezzel nehéz asszociálni, de nagyrészt a fejvadászatra kell gondolni. Vannak ügyfeleink, jelöltjeink, akik pozíciót, állást keresnek, olyan ügyfeleink, akiknek nyitott pozíciók vannak, és mi próbáljuk megtalálni a tökéletesen összeilló darabokat, fizikai munkaerőtől kezdve, a szellemi munkaerőn át, de nagyrészt szellemi területre keresünk, úgyhogy az adminisztrátortól, a pénzügyi vezetőn át a marketingesig. Hogyan látod a pályakezdő könyvelők elhelyezkedési esélyeit? Mennyi idő alatt tudnak elhelyezkedni? Közel 10 éve dolgozom már toborzási területen, ez alatt a 10 év alatt kifejezetten a pénzügyi szektorra is fókuszáltam. Én azt látom, a mostani utolsó 5 évben sokkal gyorsabban elhelyezkednek a mérlegképes könyvelők. Itt gondolhatsz arra is, hogy akár 4-5 hét alatt, ahogy elkezdenek pályázni, már a 4. héten biztosan kapnak állásajánlatot valamelyik cégtől. A BPO-n a könyvelés, a bérszámfejtés és a HR adminisztrációs outsourcing szolgáltatások új generációját hozta el Európa szerte. Mi a sikertitka, és mi az, amit egy szakmabelinek, egy potenciális ügyfélnek, vagy akár egy álláskeresőnek tudni illik rólatok? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igen, a BPI-on 4,5-5 évvel ezelőtt indította tevékenységét először Magyarországon, könyvelés, bérszámfejtés, HR adótanácsadás területen. Jelen pillanatban 3 országban 140 fővel üzemelünk, és ez a dinamikus növekedés, ez az erőforrások területén is egy elég dinamikus igény támaszt, aminek próbálunk megfelelni, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 30-40%-kal tudjuk növelni mind a bevételt, mind a kollégák állományát éves szinten. Hogyan látod a munkaerőpiacot, milyenek a könyvelők elhelyezkedési esélyei? Általánosságban én úgy látom, hogy jók a könyvelők elhelyezkedési esélyei. Ez azt jelenti, hogyha valaki például egy mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, de nem jár egyetemre, nem tanul felsőoktatásba, ő is hasonló esélyekkel indulhat egy ilyen pályázaton állatok? Mindenféleképpen, tehát ahogy mondtam, a BPI-on abszolút nem az egyetemi papírt keresi, hanem magát a logikát, a tudást, az igényességet a munka iránt, és éppen ezért rengeteg kollega csatlakozik hozzánk mérlegképes végzettséggel, illetve vannak olyan kollégák, akik a mérlegképes tanfolyam elvégzések közben csatlakoznak már hozzánk, és ott nálunk szerzett tapasztalatokkal felvértezve tudják letenni ezeket a vizsgákat. Az érdeklődők többségét valószínűleg a leginkább a fizetések érdeklik a könyvelői szektorban. Mondtam, hogy a mi felmérésünk Norbival az 2022. júniusában készült. Már azok a fizetések, amiket mi akkor mértünk be a kérdőívek alapján, nem igazából aktuálisak. Mindenki tudja, hogy inflációs körülmények között élünk. Ezért egy teljesen más adatbázisból merítettem. A Grafton nevű vállalkozásnak a tanulmányából kivonatoltam. A Grafton egyébként Európa legnagyobb toborozó vállalata. Mutatom is nektek az összefoglalót, amit hoztam itt a tanulmányból kivonatoltam. Itt láthatók a bérek, itt 3 kategóriában láthatók a bérek. Itt az első szektorban látjuk a könyvelői béreket, a következő szektorban
láthatók az adózási szektorban dolgozóknak a bére, és legvégül a könyvvizsgálati területen dolgozók béréről látunk egy összefoglalót. Hát minket leginkább ugye a könyvelői bérek érdekelnek, és itt a könyvelői szektorban is van két alszektor. Láthatjuk majd a fizetéseket úgy is, hogy valakinek nincsen nyelvtudása, nem beszél angolul, és mindjárt megmutatom a béreket akkor is az egyes szintekhez kapcsolódóan, amikor rendelkezik a könyvelő angol nyelvtudása. Na most, ha nincs angol nyelvtudás birtokában a könyvelő, akkor pályakezdőként minimum 380 ezer forint, maximum 450 ezer forint bruttó tud keresni. Szeniori szinten az pár év alatt el lehet érni, ez egy ilyen középső szintként azonosítható be. Szenior szinten angol nyelvtudás nélkül a fizetés az 750 ezer és 900 ezer forint bruttó közé esik, ugye ez az angol nyelvtudással láthatók itt a bérek, és itt a legmagasabb szinten már egy főkönyvelő szinten 900 ezer és 1.300.000 forint bruttó fizetés térhetnek el a könyvelők. Angol nyelvtudás nélkül, ugye ez a második alszektor, itt lehet az előbb véletlenül fölcseréltem, hogyha nem beszél angolul a könyvelő, akkor pályakezdőként olyan körülbelül 370 ezer bruttó lesz a kezdő fizetése, seniorként 650 kötőjel 800 ezer forint közé esik a bruttó bére, főkönyvelőként átlagosan elérheti a fizetése az 1 millió forintot is. Érdekes esetleg, érdekes lehet még, hogy ebben a szektorban, a könyvelői szektorban mennyit keresnek a vezetők. Itt természetesen megint csak a számviteli vezetőkre fogok koncentrálni. Egy számviteli menedzsernek a fizetése az 1 millió és 1 millió 750 ezer forint bruttó közé esik. Egy számviteli igazgató, számviteli vezető 1 millió 400 és 2 millió 300 ezer forint között keres, és természetesen ehhez hozzájönnek még a bónuszok. A főkönyvelőknek az átlagos fizetése az körülbelül 1 millió 100 ezer forint. Fontos, hogy elmondjam még, hogy ez a tanulmány, amiből most kivonatoltam, ez 2022 őszén készült. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szakmabeliek hogyan látják a könyvelők fizetését, bérezését. Majd érdemes arra figyelnetek a videóba, hogy lesz, aki bruttóban, lesz, aki nettóban fog beszélni a fizetésekről. A nettó bér egyébként alapesetben a bruttó bérnek a 66,5%-a. És van még egy fontos dolog, hogy nem csak a mérlegképes könyvelők bérezéséről lesz szó a következő videóban, hanem alacsonyabb beosztásban könyvelési területen dolgozók bére is szóba fog kerülni. Milyenek a fizetések, hogyan keresnek a könyvelők? Alapvetően mi eltértünk az iparágra jellemző fizetési struktúrától egy picit, tehát mi nem sávos rendszerben gondolkozunk, hanem próbáljuk a hozzáadott értéket, a magasabb színvonalat, a többletmunkát és többletenergiát díjazni. Nem bónuszban, hanem egy teljesítmény arányos bérezésben gondolkozunk, ami azt jelenti, hogy ahogy fejlődik valaki, ahogy nő az ő terhelhetősége, tudása, kapacitása, ezt gyakorlatilag automatikusan leköveti a fizetése. Azt tudom neked mondani, hogy mindenkinek a saját kezében van, hogy egyébként ő adott esetben mennyit tud hazavinni, és mennyi energiát hajlandó ebbe belefektetni, de alapvetően azért az átlagkereset felett keresnek bőven a könyvelők nálunk. A BPI-on a méreténél fogva, tehát hogy Magyarországon már több mint 70-en vagyunk, ennek megfelelően több szint is van egy karrierútban, egészen a diáktól, az adminisztrátoron, a könyvelőn át, a senior
csoportvezető és akár a menedzserük, tehát számos olyan pozíciót tudunk biztosítani, ami mind a szakmai, mind az egyéb esetleges vezetői kompetenciák területén újabb és újabb kihívások elé tudják állítani a kollégákat, nem beszélve arról, hogy azáltal, hogy három országban vagyunk Európában jelen, és több országban partnerek által, ezáltal nagyon sok kollega regionális pozíciókat és országon átnyúló projektekben is részt tud venni. A fizetési sávokat azért, ugye sávokkal operálunk mi is, több más cégekhez hasonlóan, nagyon nehéz azért így megmondani. Ami szerintem fontos, hogy jelen pillanatban azért már egy 4-500 ezer forint között vannak az induló fizetések, igazából bruttó, és amikor az ember egy ilyen komolyabb csoportvezetői feladatot ellát, és felelősségteljes munkát kap, ott pedig már a 7 számjegyű fizetések sem ritkák. A junior könyvelők, tehát akik még pályakezdő könyvelők, ők olyan nettó 260 ezer forinttal kezdenék meg ezt a szakmát, vagy tudják elkezdeni, és utána pedig egy könyvelő átlag 370-390 ezer forint az, amiért keresik őket. Mérlegképes könyvelő már ugye 380-400 ezer forintnál kezdi el, ugye ezek nettó bérek, és a főkönyvelő az, aki pedig ugye a legmagasabb kategóriába esik. Hát, hogyha egy pályakezdő könyvelőt nézünk, akinek megvan a mérlegképes végzettsége, ez fontos, akkor ezt követően már egyből egy ilyen bruttó 500 ezer forint per havi fizetéssel számolhat, függően persze a juttatási csomagtól. Ha már van hozzá egy minimális tapasztalat, akkor ez akár 550 is lehet, úgyhogy erre kell készülniük. A későbbiekben pedig, hogyha mondjuk egy szeniorabb kollégára gondolunk, aki mondjuk már 3-5 vagy több éve foglalkozik könyveléssel, akkor egészen ez a bérbruttó 900 ezer forintig is elnyúlhat. Ezt azt tudja növelni adott esetben, hogyha a jelöltnek magabiztos angol nyelvtudása is van. Fontos a fizetés, de legalább ennyire fontos az is, hogy a könyvelők mennyire szeretik a munkájukat. A felmérésünkben erre is kitértünk. Erről fogtok látni egy ábrát. Az ábrán azt látjátok, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán, ez az 1070 ember, akit megkérdeztünk, hányasra értékeli a szakma szeretetét. Azt látjuk, hogy a megkérdezett könyvelők, a válaszadók körülbelül 85%-a 4-esre vagy 5-ösre értékelte a szakmáját, tehát mondhatjuk, hogy a könyvelők 85%-a szereti a munkáját, és ha megnézitek a grafikon túlsó oldalát, akkor mindössze 4,5% az, aki 1-esre vagy 2-esre ítélte a könyvelői szakmát. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi az előnye annak, ha egy pályakezdő könyvelő egy kis könyvelő cégnél, egy kis könyvelő irodánál helyezkedik el, és arra is természetesen, hogy hogyan alakulhat a karrier út egy kis könyvelő cégnél. Erről is készült egy videó, amit Attila... Milyenek a fizetések, hogyan keresnek a könyvelők? Alapvetően mi eltértünk. Könyvelőként kezdted a pályafutásodat, és pár év gyakorlat után saját könyvelő céget csináltál. Mára már több vállalkozást menedzselsz, de a könyvelő cég még mindig meghatározó a portfóliódban. Hogyan lesz a könyvelőből vállalkozó? A könyvelőirodában számos embert ismertem meg, ahol egy komoly kapcsolatrendszerre tettem szert, és ezek újabb és újabb ötleteket hoztak a következő vállalkozáshoz. Mi az előnye annak, hogy egy pályakezdő egy kisebb könyvelőcégnél, egy kis könyvelőirodába helyezkedik el? Talán két nagy előnye van. Az egyik az, hogy sokkal hamarabb látja át egy cégnek a teljes körű könyvelését, a másik, hogy sokkal hamarabb kerül kapcsolatba személyesen az ügyfelekkel. Van még itt egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen karrierút áll egy olyan könyvelő előtt, aki a pályáját egy kisebb könyvelő cégnél, vagy egy kis könyvelő irodánál kezdte? Pár év szakmai tapasztalat után lehet ennek a kisebb cégnek a számviteli vezetője, vagy akár lehet egy nagyobb cégnek a számviteli vezetője, főkönyvelője, vagy gazdasági vezetője is.
Tartod esetleg a kapcsolatot volt alkalmazottaiddal? Volt könyvelőiddel? Igen, igen. Számos esetben keresem meg őket különböző szakmai kérdésekkel, hiszen ők számviteli vezetők vagy gazdasági vezetők lettek. Amikor esetleg van egy álláshirdetés a te könyvelő cégednél, akkor milyen szempontok alapján választott ki a neked legmegfelelőbb könyvelőt? Hát nagyon fontos a személyes megjelenés, a kommunikáció képesség, és az, hogy egy mérleképes könyvelői végzettsége legyen. Szerintem akkor térjünk át magára a képzésre, illetve annak a menetére. Először is kezdjük a legelején, hogy valaki eldönti, hogy részt szeretne venni egy mérleképes könyvelő képzésen, akkor hogyan tudja ezt megtenni, mik a bemeneti feltételekre? Nagyon egyszerű a kérdés. A bemeneti feltétel mindösszesen egy érettségi. Köszönöm. A képzési idő fő szabályként, és akkor Attilát megkérem, hogy egy táblázatot játsszon be. A fő szabályként a képzési idő másfél év, ez azoknak másfél év, akik nem rendelkeznek szakmai előképzettséggel, tehát van egy nem szakirányú érettségijük, nekik 7 tantárgyat, vagy ezt úgy mondja a felnőtt képzési törvény, hogy modult kell tanulniuk, ezt látjátok az első oszlopban, az érettségizetteknek látjátok, hogy 2 sor van, 7 tantárgy van, 510 órájuk van, nekik másfél éves a képzési idő. Amit szeretnék itt még kiemelni, a 2 leggyakrabban előforduló változatot, hogy valakinek közgazdász végzettsége van, ha valakinek közgazdász végzettsége van, akkor 3 modulból, 3 tantárgyból kaphat felmentést, ha pedig valakinek pénzügyi számviteli ügyintéző végzettsége van, akkor 4 modulból fel tudjuk menteni, tehát csak 3 modult kell összesen megtanulnia, és ebből a 3 modulból kell vizsgáznia. Ettől eltérő változatok is vannak, ahogy látjátok, ezeket mind-mind megtanulnak, találjátok a honlapunkon, ezeket most nem olvasnám föl. Jó, én Attilához fordulnék most, hogy beszéltünk arról, hogy mi a bemeneti feltétel, szót ejtettünk a felmentésekről, illetve a képzésnek így az óraszámarányosan történő alakulásáról is. Milyen képzési díjakkal tudnak kalkulálni a jelentkezők? A képzési árakról nem beszélnék konkrétan, mivel a felmentések és kedvezmények alapján nagyon sokfélék lehetnek a tanfolyami díjak. A Penta honlapon egyébként minden egyértelműen megtalálható. Van itt egy nagyon fontos dolog, hogy a tanfolyami díj az tulajdonképpen úgy áll össze, hogy a képzési díjból és a vizsgadíjakból összesen, a modulzáró vizsgadíjakból összesen áll össze a díj. Érvényesíthető kedvezmény az egyösszegű fizetésre és kismamáknak, de ezek nem vonhatók össze. Továbbá a felmentés alapján óraszámarányosan csökken a képzési díj. Köszönöm, és akkor szeretnének megkérni arra, hogy mutasd be nekünk, légy szíves, a képzés felépítését, a tananyagegységeket és az oktatóinkat. No, itt látható a táblázat, a mérlegképes könyvelői képzés 7 követelmény modulból épül föl. Ez a követelmény modul tulajdonképpen a tantárgyat jelenti, tehát 7 tantárgyból áll a mérlegképes könyvelői képzés. És erre a 7 tantárgyra, ami összesen 510 tanórát paramétereztünk, olyan megosztásban, hogy az 510 tanórának a 85%-a az tulajdonképpen videós tananyag, amit otthon bárhonnan meg tudtok majd hallgatni, de erre később majd kitérek, be fogom mutatni a távoktatásos rendszerünket. A maradék 15% pedig online foglalkozás. Itt hadd mondjam, nagyon fontos, hogy nem kötelező a jelenlét az online foglalkozásokon se. Azért sem, mert ezekről is készül videó felvétel, amit utólag meg tudtok nézni. A tantárgyakkal kapcsolatosan 2 fontos dolgot hadd mondjak. Az egyik az az, hogy ennek az egész képzésnek a meghatározó stúdiuma a számvitel, és a számvitel köré 4
tananyag egység, 4 tantárgy, 4 követelménymodul szerveződik, a könyviteli ismeretek, a pénzügyi számvitel, a pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése, valamint a számvitel és adózás a digitális környezetben. De kiemelten hangsúlyos az adózási ismeretek, és vannak alapozó modulok is, ilyen a gazdasági és jogi alapismeretek, illetve a vállalkozásoknak a pénzügyei. A tantárgyak mellett nagyon fontos az is, hogy kik tanítják ezeket a tárgyakat, kik az oktatók. Itt látható egy csoportkép a tanárainkról. Ez a kép ez egész pontosan tavaly készült a karácsonyi partin, de szeretnénk egyesével is bemutatni a képzésnek az oktatóit. Az adózási ismereteknek a gazdája Kis Tímea, ő gazdasági vezető egy felsőoktatási intézményben, több évtizedes oktatási tapasztalat van a háta mögött, és 20 év versenyszférában szerzett pénzügyi és számviteli tapasztalat, országos vizsgálók és ellenőr. Hadd mondjam el róla, hogy én azt gondolom, és mindannyian azt gondoljuk, hogy jelenleg Magyarországon nem csak a felnőtt képzésben, szinte mindenhol ő a legprofibb oktató, és neki van a legjobb, legígéretesebb adózás videós kurzusa is. Jó, következő tanárunk dr. Horváth Gál Bernadett, ő korábban ügyvéd volt, 2018 óta jogtanácsos, 5 éve tanít, van egy kislánya, és látjátok, a jelszavát jogásznak lenni számomra hivatás, a személyiségem része. Dr. Siklósi Ágnes, ő a pénzügyi számvitelt tanítja nálunk, ő is, mert többen tanítjuk. Ági kolléganőm a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi számviteli karán, egyetemi docens. Ő akar egyik, ha nem a legjobb oktatója, okleveles könyvvizsgáló, 3 év, 30 éves oktatási tapasztalata van, és országos vizsgaelnök. Következő tanárunk Labosa Ildikó, ő a számvitel és adózás digitális környezetben tantárgyat fogja tanítani. Ez az a tantárgy, ez egy nagyon-nagyon gyakorlatorientált tantárgy, itt fogtok majd számítógépes könyvelő programmal könyvelni, illetve majd a NAV felületén adóbevallásokat beadni. Ő középiskolai tanár, az Edutus Egyetemen is tanít, és több mint 30 éve van az oktatásban. Kozma Norbert, az ő tantárgya a pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése. Jelenleg kockázatkezelési vezető egy nagy biztosítónál. Mellette félállásban a Corvinus Egyetemnek az oktatója. Több mint 10 éves oktatói tapasztalata van, és ő is országos vizsgaelnök. Barcs Gábor, ő 16 éve tanít, egy nagy állami intézmény főosztályvezetője, az ELTE gazdasági tudományi karának oktatója, egyébként pedig 20 éve nálam kezdte a könyvelést tanulni, nálam végzett mérlegképes könyvelőként. Dr. Haubert György, vele 2 követelménymodulnál is találkozhattok, az egyik a gazdasági és jogi alapismeretek, azon belül is ő tanítja a gazdasági részt és a vállalkozások pénzügyei. Ő főiskolai docens, szintén kollégám a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi és számviteli karán, az üzleti gazdaságtan tanszék vezetője, több évtizedes oktatói tapasztalata van, ő a BGE PSK egyik ikonja, minden díjat megnyert, amit lehetett, volt már kiváló oktató, volt már például tiszteletbeli évfolyamtárs is. Veres Attila, ő itt ül a jobbamon, és az egyik legjobb számviteltanár ebben az országban. Egyébként itt látjátok, hogy a BGE PSK-nak az alapítója, a Számvitel Navigátor egyik alapítója, szerzője, tulajdonos, okleveles könyvvizsgáló, és hát több mint 20 éves oktatási tapasztalattal rendelkezik. És nagyon jól köti a cipőjét.
Havas Norbert, talán a legsokoldalúbb ember, akit ismerek, egy hatalmas nagy stratéga, és nagyon jól kiegészítjük egymást, amit a leginkább az bizonyít, hogy a számítel navigátor közel 7 év után már elmondhatja magáról, hogy a tulajdonképpen a szakmában az egyik legmeghatározóbb vállalkozás. Norbi az alapítója, szerzője és természetesen tulajdonosa a számítel navigátornak. 1998 óta tanít felsőoktatásban és felnőtt képzésben számítelt és számítel közeli tantárgyakat. Én akkor ismét hozzád fordulnék, Attila, és szeretnélek megkérni arra, hogy mutasd be a részvevőknek, hogy hogyan is működik a mi távoktatásos rendszerünk, illetve hogy melyek a legfőbb tanulásmódszertani javaslataid a képzésben részvevők számára, valamint röviden a moduloknak. Én még kicsit. Mielőtt ezt elmondanánk, igen? Van egy kis filmünk a tanárainkról, ugye megkérdeztük a diákjainkat, elmondtuk a tanárainkat, mindenkit leírtuk, mindenkiről bemutattunk, de nézzük, a leghitelesebb az, hogyha a diákjaink mondják el a véleményüket a őket oktató tanárokról. Maximálisan meg voltam elégedve a tanárok munkájával. Szerettem, mikor a videós tananyagba becsempésztek egy kis humort, hogy ne legyen olyan hideg és személytelen a dolog. Szerettem, mikor valós példával támasztottak alá egy tananyagot, hogy jobban megértsük. Szerettem, hogy mindenki úgy beszélt hozzám a képernyőn keresztül, mintha személyesen ismernénk egymást. A képzés szakmaisága elvitathatatlan. Magas szintű a tanárok munkája a Penta számvitel navigátornál. A tanárokkal 100%-ig meg vagyok elégedve. Érthetően magyaráznak. Az online órákon bármikor kérdezhetünk. A videóban szereplő tanárok magyarázata érthető, jól felépített. Az oktatók nagyon készségesek voltak, az online felületen lehetett elsősorban velük kommunikálni, gyorsan válaszolnak, minden felmerülő kérdésre választ adtak. A tanárok, mindenki nagyon kiválóan végezte a munkáját, nagyon szerettem mindenkinek a beszédstílusát, a magyarázatát, nagyon jól el tudtam általuk sajátítani a tananyagot. Azonban 2 tanár kiemelkedett, Attila, illetve Norbert, ugyanis ők kivételes poénsággal és humorral adták elő a tananyagot, illetve az oktatást. Ezáltal ugye nem volt unalmas az óra, nem aludtam el rajta, hanem tényleg érdekelt, és képesek voltak több óra hosszán keresztül fenntartani az érdeklődést a hallgatók irányába. Távoktatásos rendszerünkről lesz szó a következőkben. Ezt a távoktatásos rendszert több éven keresztül különböző szakértők bevonásával építettünk, fejlesztettük, és mondhatom, hogy mára már maximálisan kielégíti az elvárásokat mind oktatói, mind oktatás szervezői, mind hallgatói, mind a diákok oldaláról. Ennek a távoktatási rendszernek van 6 fő logikai egysége, 6 pillére, ezeken szeretnék most gyorsan végigmenni. Egyébként itt látható egy ábra, egy ilyen összefoglaló a távoktatási rendszerünkről. Az első logikai egység az ütemterv, a tanulási útmutató, ami be van építve ebbe a rendszerbe. Hát a távoktatás az egy nagyon korszerű, kényelmes és nagyon hatékony oktatási forma is lehet, persze leginkább a mi rendszerünkkel, de nagyon nagy önfegyelmet igényel. Ezért is mi úgy gondoltuk, hogy kell egy ilyen tanulási útmutató, ahol a hallgató, a diák, a képzésben résztvevő hétről hétre látja, hogy melyik napon, miből, hány órát kell tanulnia, és ezt az ütemet kell ahhoz tartania, hogy időben majd vizsgázni tudjon. Ennek a távoktatásos rendszernek része még tulajdonképpen a tanulási módszertani útmutató, és hát ebből természetesen több is készül, egész pontosan 7 darab, hiszen 7 követelmény modul, 7 tantárgy illeszkedik a mérlegképes képzéshez. Ez a tanulási módszertani útmutató, ez arra jó, hogy ebbe megtalálja a képzésben résztvevő, hogy az adott rendelkezésre álló eszközöket
így a videós tananyagokat, példatárakat, segédleteket, egyéb ilyen oktatási anyagokat hogyan használjon annak érdekében, hogy elsajátíthassa a szakmai ismereteket. Aztán tulajdonképpen ennek a távoktatásos rendszernek a központjában áll egy videós tananyag. Minden követelmény modulhoz kapcsolódóan készítettünk videós tananyagot. Egy olyan elgondolás mentén, hogy önmagában a videós tananyag elég legyen ahhoz, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a szakmai ismereteket, és vizsgaképesse élesíthesse a tudását. De ezeket a videós tananyagokat egészítjük ki online előadásokkal is, amiről mondtam, hogy ezeket nem kötelező látogatni, ezekről is készül egy videó felvétel, utólag visszanézhető. Na most a videós tananyagról még hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, hogy az online előadáson természetesen lehet kérdezni, és válaszol majd az oktató, de a videós tananyaghoz kapcsolódóan is feltettek kérdéseket, tehát ha bárhol, bármelyik leckén elakadtatok, akkor tudtok kérdezni ezekről a kérdésekről, az oktató tanár egyből kap egy üzenetet, és 48 órán belül válaszol a kérdésekre. Csak nekünk van az országban olyan telefonos applikációnk, ami a számvitellel foglalkozik, számvitellel is, ez a könyvelő kaptár alkalmazás. Ez tulajdonképpen ebben a rendszerben a gyakorlásnak az eszköze. Hiszem azt, hogy az alapvető gazdasági eseményeknek a könyvelése, amiről még nem nagyon tudjátok többen, hogy ez mit jelent, ez nagyon klasszul megtanulható, de valószínűleg ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hiszen mondtam, hogy a legfontosabb stúdium, amikor is szerveződnek ezek a tantárgyak a képzésben, a számvitel. A hallgatókat különböző Facebook csoportokba tereljük, ami arra jó, hogy itt kialakulhat egy nagyon klassz közösségi élet, tanuló csoportokat szoktak alakítani a hallgatók, tudtok egymástól kérdezni, sok-sok mindent meg tudtok beszélni. A távoktatásos rendszerünkről is megkérdeztük a diákjainkat, erről nézzünk egy bejátszást, hogy ők hogy látják, mi a véleményük. Azt gondolom, hogy nem csak mint hallgató, hanem mint egykori tanár is mondhatom a következőket. Nagyon profi a távoktatási felület. Megtalálható tantárgyanként az összes elméleti anyag, példatár, megoldásokkal együtt PDF formátumban, valamint videós tananyagok, amik az elméleti anyag elsajátításában, megértésében segítenek. Nagyon hasznosak azok a videós anyagok is, ahol közösen oldunk meg feladatokat, így elsajátítva az adott anyagrészt. A példatár feladatai ki vannak dolgozva, így a házi feladatoknak is megvan a megoldása, így bármikor megnézhetem, leellenőrizhetem, hogy jól oldottam-e meg a feladatot. Az online foglalkozások, mivel interaktívak, segítenek a tananyag elsajátításában, felmerült kérdéseimre azonnal választ kaptam. Nagyon hasznos a kérdezfelelek lehetőség a távoktatási felületen. A csoportfórumba bármikor beírhattam kérdésemet az adott tananyaggal, vagy egy feladat megoldásával kapcsolatban. Rövid időn belül választ kaptam az adott tantárgyat tanító tanártól. A hallgatók a zárt Facebook csoportban tudták tartani egymással a kapcsolatot. Amellett, hogy a tananyaggal kapcsolatos kérdések is felmerültek itt, ez olyan volt, mint egy kis család, egymást biztattuk, segítettük a tanulásban. A legjobb az egész rendszerben, hogy magam döntöm el, hogy mikor tanulok. Mindenki a saját időbeosztásához igazodva tanulhat. A videós tananyagok, illetve a rögzített online foglalkozások bármikor újra nézhetők, ha kell megállíthatók, visszanézhetők. Ha nem értek valamit, csak visszatekerem a tananyagot, és még egyszer megnézem. Olyan sokszínű volt az egész képzési rendszer, hogy bárki megtalálhatta azt a módszert, ami alapján ő a legjobban tudna tanulni. Én az applikáció segítségével az elméletet nagyon jól el tudtam sajátítani, hiszen úgy tanultam meg az elméleti tananyagot, hogy nem kellett magolnom, és szerencsére ugye ez az egész szakma nem a magolásról szól, hanem arról, hogy tényleg megértsük, és ezeknek a sokfajta képzési módszernek a segítségével ez sikerült is nekem. A modul használata is nagyon kedves volt számomra, hiszen középiskolai igazgató helyettesként a COVID idején mi is ezt a keretrendszert használtuk virtuális iskolaként.
Tapasztalataim kizárólag pozitívak. A modulfelület kurzusaiba feltöltött tananyagok minden módszertani feltételnek megfelelnek, a tananyagtartalom feldolgozása megfelelő módon tagolt. A videós tananyag csak úgy, mint a vizsgafelkészítő online órák, többször megnézhetőek, százszor, ezerszer. Így bármikor tudsz a tanulással foglalkozni, amikor az időd megengedi a családod és a munkád mellett. Számomra rendkívül előnyös volt amiatt, hogy szabadon osztottam be az időmet, hogy mikor fogok tanulni. A tananyagot azt videón mellékelve megkaptuk. Ezek a videók rendkívül részletesek, alapoktól indulók, módszertanilag jól felépítettek. Mivel tudtam, hogy munka mellett relatív korlátozott időm jut majd a tanulásra, ezért óriási nagy segítséget jelent az, hogy a videós tananyagokat akármikor vissza tudom nézni, előről tudom indítani, meg tudom újra nézni, valamint az online foglalkozások alkalmával is lehetőségem van kérdezni, és a közös Facebook csoportunkban is a kis bajtársaimtól is mindig számíthatok a segítségükre. Én szeretnék még egy kiegészítést tenni az Attila által elmondottakhoz kapcsolódóan a távoktatási rendszerünknek, illetve ennek a felépítésére vonatkozóan. Ugye a képzés elvégzéséhez mindenki részéről internetre, illetve laptop és számítógépre lesz majd szükség, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a digitális tananyagaink úgy kerültek kialakításra, illetve összeállításra a szakmai felelősök és az oktatók által, hogy nem szükséges hozzá tankönyvet vásárolnatok, hiszen minden eszközt, illetve minden feladatot biztosítunk a számotokra, maximum kiegészítésként szoktunk tankönyvvásárlást javasolni a részletekre. És én most akkor Norbihoz fordulnék, és megkérnélek, hogy mutasd be nekünk a vizsgáknak a menetét a képzésre vonatkozóan. A vizsgarendszernek két nagy eleme van. Az első az úgynevezett modulzáró vizsgák. Erről láttok most egy táblázatot. Ez azt jelenti, hogy ugye 7 modul, 7 tantárgy van, ezeket látjátok vízszintesen, soronként. Minden egyes tantárgyból, amikor lehallgattátok a tantárgyat, végeztetek vele, akkor kell egy úgynevezett modulzáró vizsgát csinálni. Látjátok, hogy ezek vagy 90, vagy pedig 120 percek lesznek, írásban készülnek, kivéve számviteles adózás digitális környezetben tantárgynál, ott projektfeladat van felírva, ez azt jelenti, hogy ezt számítógépen kell majd ezt a vizsgát elvégezni. Tehát ezeket mindig menet közben kell majd teljesítenetek, és személyes megjelenést igényelnek. Tehát itt mindig meg kell jelenni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy 9 városban vizsgáztatunk, sorolom ezeket a városokat, Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Szolnok. A vizsgahelyszín szabadon választható, az első vizsgát ott teljesítitek, ahol szeretnétek, és mondja a kolléganő, hogy Pécset kifelejtettem. Ez a 9 városunk. Miután a képzést befejeztétek, ezek a modulzáró vizsgákat sikeresen teljesítettétek, ezután kaptok egy tanúsítványt az iskolától. Ezzel a tanúsítvánnyal el kell mennetek egy akkreditált vizsgaközpontban. Ezek az akkreditált vizsgaközpontok szinte minden nagyvárosban, sőt mondhatom, hogy minden nagyvárosban megtalálhatók, és ott kell tennetek 2 darab írásbeli vizsgát és egy szóbeli vizsgát. Itt látjátok pénzügyi számvitelből az egyik írásbeli, másik írásbeli a pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése tantárgyból, majd ugyanebből a pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése tantárgyból kell egy szóbeli tennetek. A szóbeli az olyan, mint amilyen az érettségén is volt. Előre a minisztérium meghatározza a szóbeli tételeket, ezt kihúztok egyet, felkészültök és elmondjátok a vizsgabizottság előtt. Hogyha ezt a vizsgát teljesítettétek, akkor egy államilag elismert mérleképes könyvelő végzettséget kaptok.
A vizsgáinkról is készítettünk a hallgatóinkkal egy felvételt. Nézzétek meg! Teljes mértékben teljesíthetőek a vizsgakövetelmények, a kapott tananyagok lefedik a vizsgakövetelményeket. A tanulás ütemét mindenki maga választhatja meg, amennyiben mégis kérdés merülne fel, azt több fórumon is megkérdezhettük. A vizsga sikeressége kizárólag rajtunk múlott. A legrosszabb vizsgám is 80%-osra sikerült elsőre, én vagyok az élő példa rá, hogy teljesíthető a tananyag. Aki becsülettel végignézi a videókat és megcsinálja a házi feladatokat, annak az online Facebook előadások már csak egy szintetizáló órát jelentenek, ahol választ kaphat arra az ember, hogy mi az igazán fontos a tananyagban, és megerősítést, hogy hogy áll éppen. Az ember beleteszi a munkát, és tényleg megnézi az összes videós tananyagot, akkor biztos, hogy nem fog elmaradni a siker, ugyanis a modulzárókon 100%-ban azt kérik számon, ami a videós tananyagokban elhangzik. Miért pont a Penta navigátor mérlegképes képzést válasszátok? Én erről összeírtam pár fontos dolgot, sorolom is őket. Helyszín tekintetében helyszínfüggetlen, hiszen nincsen tantermi kontaktóra, 100%-ban távoktatás van nálunk. Ár esetében elmondhatom, hogy az ár-érték arányt figyelembe véve nem kérdés, hogy mi vagyunk a legvonzóbbak. Oktatás színvonala a professzionális távoktatásos tananyagunkkal és a tudástér rendszerünkkel és a profi tanári gárdával, én azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy igen nehéz versenyezni. Időről azt írtam föl, hogy nem kell iskolapadban szombatonként 8 tanórát eltölteni, otthonról is lehet tanulni, saját tempódban tudsz haladni, van egy tanulási útmutatód, az adott hétre előírt tudnivalót bármilyen nap, a nap bármely szakában teljesítheted. Bármikor lehet kérdezni, ugye erről szó volt, hogy olyan, ami távoktatásos rendszerünk, hogy van a videóknak egy meghatározott struktúrája, mindegyik egy leckéhez van rendelve, és ahol éppen elakadtok, tudtok kérdezni, és az oktató látja, hogy melyik leckéhez kapcsolódóan van nektek egy kérdésetek, amit utána 48 órán belül meg is válaszolunk. Csak nekünk van telefonos applikációnk, itt van mögöttem ugye a szimbóluma, ennek a telefonos applikációnak, a kaptárnak, élő közvetítésekkel támogatjuk meg a videós tananyagot, és ettől válik mégis egy picit személyesebbé ez a képzés. 100%-os pénz visszafizetési garanciát vállalunk, és ami még talán nagyon fontos lehet, hogy azonnal hozzáférhetővé válik az első modulnak a tananyaga. Tehát ha időben befizetitek a regisztrációs díjat, akkor hozzáférhetővé válik a szakmát, a számvitelt megalapozó könyviteli ismeretek modulnak a tananyaga. Akár már holnap. Akár. És erről is megkérdeztük a diákjainkat, úgyhogy Attila, légy szíves, ezt a filmet játsz be. A navigátorral a pénzügyi számvitel ügyintéző OKJ során találkoztam. Nagyon sokat segítettek abban, hogy jól felkészülhessek a vizsgára. Nem volt kérdés, hogyha elindítják a mérlegképes képzésüket, akkor hozzájuk fogok járni. A Penta navigátor képzését a távoktatás miatt választottam. Korábban egy másik képzőközpontban elkezdtem a mérlegképes könyvelői képzést, de a jelenléti oktatási formát a munkahelyemmel nem tudtam összeegyeztetni. A hiányzásaim eredményezte lemaradásaimat a neten található számvitel navigátor videós anyagaival próbáltam pótolni. Tetszett az érthető, jól felépített magyarázat. Világossá vált számomra, ha ezt a képzést el akarom végezni, akkor az csak is távoktatásos formában lehetséges. A könyvelőm 25 éve van a szakmában, és ő is a Pentát ajánlotta. A Penta számvitel navigátornál pénzügy számvitel területen megszerzett végzettséggel a munkaerőpiacon hamar lehet állást találni. Én nagyon örülök, hogy ezt a képzést választottam, jó döntés volt. A szakmánkban legjobbnak lenni csak akkor lehet, ha a legjobbaktól tanulunk. A képzésben résztvevők életkorát tekintve talán a legidősebbek közé tartozom. Így 55 évesen üzenem, hogy soha nem késő szakmát váltani, tovább vagy átképezni magunkat. Az utolsó tanácsom pedig az annak, aki még hezitál, hogy nyugodtan vágjon bele a képzésbe, ha gondolja, mert veszteni valója nincs, a tananyag adott,
Csak egy icipici energiát kell belefektetni, és teljesíthető a képzés. És még egy kis extra, reggel, amikor megkértem a lányomat, hogy segítsen a videó elkészítésében, ő megkérdezte, hogy milyen verset mondasz, anya, verset. És ez jött ki belőlem, és a családom kötelezett, hogy mondjam el. Azért szeretek a Penta iskolába járni, mert nagyon kedves az összes tanítónéni és bácsi. Szépen elmagyarázzák a feladatokat, és időben kijavítják a dolgozatokat. Akik most szeretnék elkezdeni a képzést, azoknak csak ajánlani tudom a Számvitel Navigátor Penta Unió távoktatási tanfolyamát. Színvonalas képzés, vizsgaorientált felkészítés, hallgatókra való maximális odafigyelés jellemzi. Azért a pentanavi képzés mellett döntöttem, mert több olyan ismerősöm is volt, akik nálatok szerezték meg a képesítést, és nagyon elégedettek voltak mind a felkészítőkkel, mind a vizsgákkal, illetve a pályafutásom során több főnökömet is tanítottátok, és ők is egytől egyig nagyon pozitívan nyilatkoztak rólatok. Egy olyan tudást kaptam ugye a pénzemért cserébe, amit ígértek, tehát pontosan azt kaptam, amit két évvel ezelőtt ugye a honlapon leírtak, vagy le voltak írva, mind minőségben, mind ugye mennyiségben, mind segítségben, sokszínűségben, és még sorolhatnám, úgyhogy teljes mértékben meg voltam elégedve magával a Penta Unióval, a tanárokkal, a képzési módszerekkel, így mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom azt. Ezzel tulajdonképpen a mai adásnak a végére értünk, várjuk a kérdéseiteket, kérdezzetek egészen bátran, megpróbálunk mindenre válaszolni, de miután fél perc késéssel tudtok kérdezni, ezért most be fogunk játszani egy videót, Andicskó Anettel, őt már láttátok, ő a Graftonnál dolgozik. Nagyon vicces videó lesz, ki fog derülni, hogy Attila őt tanította korábban számvitelre az egyetemen, és erről Attila nem tudta a riport elején, nézzétek meg. Van egy jó élményt is veled, mert amikor utoljára volt élményem, akkor sírtam a számvitel vizsgám miatt, számvitel egyből nálad, úgyhogy örülök, hogy már nem könnyedem. De mi volt ez, egy buktatás volt, Natán? Nem, csak nagyon sokat tanultam. Mert én a PSZF-re jártam, HR szakra, te voltál a számviteles tanárom is, úgyhogy megszenvedtem, de jó lett. De most még utolsó kérdés csak, hogyha visszagondolsz így erre az iskolára, akkor nem az jut eszedbe, hogy volt egy nagyon-nagyon szemét számvitel tanár, aki nem. Ugye? Nem erre gondolok. Arra gondolok vissza, hogy az életre nevelt. Nem. Hát... Keserű szájízzel, de hozzákezdünk akkor. Figyeljtem. Gondoltam, hogy semmiképp se legyen feszélyezett a hangulatod, és te is feloldódj. Jó, kérem. No, várjuk a kérdéseket, már jöttek kérdések egyébként. Várunk még egy picit, és akkor szépen sorban megpróbáljuk megválaszolni a kérdéseknek a nagy többségét. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések is, amire nem fogunk tudni így egyből válaszolni, de mindenki majd valamilyen úton, módon, valamilyen fórumon megkapja a választ a kérdésére. Diára nézek, hogy honnan indulunk-e, milyen kérdésekkel kezdünk. Előről érkezett egy hölgytől több kérdés is. 8 hónapos kisfiam is így jár a kis... 8 hónapos kisfiam így is jár a kismama kedvezmény. Igen, ugye a gyermek születését azt számítva 3 éves koráig biztosítjuk a kismama kedvezményt. Ezt ugye az erre vonatkozó dokumentum igazolásával fogod tudni majd a képzésünkön igénybe venni. Gazdasági ismeretet tanultam középiskolában, zárójában vendéglátás. Van valami köze hozzá? Hát valami köze van, ugye mondtam korábban, hogy 7 tantárgyból áll össze ez a mérlegképes képzés. Van egy olyan alapozónak mondható követelmény modul, aminek az a neve, hogy gazdaság és jogi alapismeretek. No, ott a gazdasági részhez kapcsolódik, és azt sem mondanám, hogy szerény szálakon, de ez a képzésnek csak egy minimális pár százaléka. És az utolsó kérdése neki az volt, hogy biztosítással foglalkoztam eddig, ehhez kapcsolódó vizsgám számít valamit? Nem. Jó. Egy olyan kérdés is érkezett, hogy ez most mérlegképes könyvelőit ad, vagy csak könyvelőit? Ez mérlegképes könyvelői végzettséget ad. Olyan, hogy könyvelői végzettség ilyen nincs. Ennek a szakmának a
legelső szintje az a pénzügyi számviteli ügyintéző végzettség, és akkor utána jön a magasabb szint, a mérlegképes könyvelői végzettség. És akkor itt is hagyd mondjam, hogy a hivatalos neve ennek a képzésnek az, hogy vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés, csak ezt mindenki ilyen röviden úgy mondja szakmában, hogy mérlegképes könyvelő képzés. És hogyha valaki megszerzi a mérlegképes könyvelői képzést nálunk, a vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítést, akkor utána lehet tanulni államháztartási mérlegképes könyvelői képzésben is, illetve, hogyha valaki több év gyakorlat után úgy dönt, akkor léphet ennek a számviteli szakmának a legmagasabb szintjére is, és beiratkozhat egy okleveles könyvvizsgálói képzésre is. A képzés elvégzése után hol érdemes gyakorlatot megszerezni? Ebben kapunk segítséget? Köszönöm. Szerintem a szakmát legjobban kiskönyvelő irodában lehet megtanulni. Egy kiskönyvelő irodában a kis cégek teljes körű könyvelését szokták a kollégákra rábízni. Nagyobb cégeknél ugye inkább részterületre rát rá az ember, tehát én mindenféleképpen a kiskönyvelő irodát javasolnám. Mert az előző kérdező valószínűleg arra is kíváncsi volt, hogy mi adunk-e segítséget abba, hogy ő elhelyezkedjen, vagy legyen valamilyen gyakorlati jegye. Ilyen személyre szabott segítséget mi nem tudunk adni, de én is csatlakozom a Norbihoz itt az előzőekben elhangzottakhoz, hogy én azt gondolom, hogy mint hogy egy jó tanár is akkor válik valakiből, hogyha ezt megalapozza mondjuk magántanítással korábban. Én a könyvelők esetében is úgy gondolkodok, hogy az igazi jó iskola, az igazi jó alapozó iskola egy kis könyvelő cég, de nyilván egy nagyobb könyvítés szolgáltatás végző cégnél is természetesen pár év alatt igazi jó szakemberré válhat egy könyvelő. Abban az esetben, ha valakinek felmentés által csak 4 modult kell teljesíteni, akkor annak a képzés ideje ugyanúgy másfél év, vagy ez változik? Nem, az rövidül természetesen. Tehát akinek csak 3 vagy 4 modult kell elvégezni, annak csak 1 év a képzési idő. Sőt, egyébként van olyan is, akinek összesen 1-1,5 hónap a képzési ideje. Van olyan is, aki 6 modulból is felmentést kaphat. Illetve nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ezekre különböző csoportjaink is vannak meghirdetve a honlapon, tehát tudtak jelentkezni teljes óraszámú csoportba, felmentéssel induló csoportba is nálunk. Igen, tehát nem úgy van, mint sok iskolánál, hogy elindítanak egy érettségizetteknek szóló csoportot, és akkor ebbe beleteszik a felmentetteket is, és akkor az ember addig várakozik ki, amíg éppen az a modul van, amiből ő felmentést kapott. Nálunk direkt olyan csoportok vannak, amiben annyi felmentett tantárgy van, ami éppen rád vonatkozik. Hány órakor vannak a vizsgák? Ezt te tudod, Dia, szerintem. A vizsgák ugye ütemezés szerint előre meghatározott időpontban és órai kezdéssel lesznek majd. Ezek eltérhetnek városonként is, illetve változóak is, de hogyha már az ütemezés szerint látjátok az időpontokat, azzal már tudtok tervezni és kalkulálni. Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy mi rögtön a képzés elején kiadjuk az egész óra rendet 1 vagy másfél évre, és rögtön kiadjuk az egész vizsgarendet 1 vagy másfél évre, tehát időben értesítést kaptok, és időben tudtok szabaddá tenni magatokat a vizsgára. Hogyan fogunk értesülni a videókról, a Facebook csoport létrejöttéről? Erre is válaszolok nagyon szívesen én. Mindenről fogunk nektek tájékoztatást küldeni, tehát amikor a felületetek, majd a tudástér felületetek aktiválódni fog, mert elkezdődik maga a képzés, akkor az aktiválást követően küldünk nektek egy részletes tájékoztatást, hogy pontosan mit hol találtok, valamint minden csoport részére mindig megtartunk egy tanfolyam indító live-ot is a képzés szakmai felelősséggel. Ugyanígy, 3-asban. Igen, mert fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk számotokra mindent mi, és első kézből kaphassatok választ majd a kérdéseitekre a képzés indulására vonatkozóan. Nézem tovább. A vizsgák időpontjáról tudtok már adni információt?
Azt tudom javasolni, hogyha felmész a honlapunkra és kiválasztod a számodra megfelelő csoportot, akkor ott mellette megtalálod az ütemezés nyilat, amit hogyha lenyitsz, akkor látod, hogy egy adott modul mennyi ideig fog körülbelül tartani. Minden modul után szervezünk modulzáró vizsgát, ugye az a csoport szinten mindig az adott csoportnak az első vizsgája lesz majd. Az is egy tipikus kérdés egyébként, szerintem sokakat érdekel, hogy mi van, ha valaki nem tud eljönni egy vizsgára, vagy nem sikerül valakinek a vizsgája. Ebben az esetben a vizsgát meg lehet ismételni, természetesen vizsgadíjat akkor megint ki kell fizetni, de gyakorlatilag korlátlan mennyiségben lehet vizsgázni, és szerintem az is egy fontos kérdés, amit rengetegen meg szoktak kérdezni, hogy milyen a vizsgasikeresség. Ezeknek a modulzároknak a vizsga sikeressége, Attila, nem tudom, most a 85% körüli... Hát ez modulzáró válogatja, de nagyjából átlagban én azt mondom, hogy inkább 80-85%-a akiknek a sikeresség iránta, igen, akiknek elsőre. Nem tudom, Norbi mondta, de ugye minden vizsga esetében 60% ugye az elégséges. Nem mondtam, ez most hirtelen egy eszembe jutott, mert előttem van még ez az ábra. Tehát ugye 7 követelmény modul illeszkedik a képzéshez, ha még ma nem mondtam volna el. És mind a 7 követelmény modul esetében 60%-ot kell teljesíteni az elégséges szinthez. A képesítő vizsgáknál ugyanúgy, ahol ott két tantárból kell írásba ízni, ott is 60% az elvárt szint. Hozzáteszem, ez minden iskolában így van, ez egy állami kötelezvény, hogy 60% az elvárás minden képzőnél. Van-e még kérdés? Igen. Az online órák milyen rendszerességgel vannak? Ez a tantárgya válogatja. Ugye az volt az elgondolásunk itt az online órák esetében, hogy ugye 510 órás ez a képzés, ennek a 85% a videós tananyag, 15% az 510 órából, ami online foglalkozás, és amikor ezeket rá paramétereztük a követelmény modulokra, akkor az volt az elképzelés, hogy a hangsúlyosabb követelmény modulokra nyilván több órát paramétereztünk. Na most vannak olyan tantárgyak, leginkább az alapozó tantárgyaknál van ez így, ahol az oktatóval csak vizsgafelkészítő jelleggel találkoztuk online foglalkozás kereteiben a tanulási szakasz végén, amikor lefutott az a modul. A hangsúlyosabb számvitel tárgyak esetében útközben is vannak online órák. Na most itt az előbb a kérdés ott a rendszerességre vonatkozott. Én azt mondanám, hogy a kevésbé hangsúlyos alapozó tárgyak esetében nem rendszeres, hanem van egy vizsgafelkészítő, vagy esetleg az elején egy ilyen bemutatkozó online óra. A masszívabb, meghatározott tárgyak esetében pedig mondhatom, hogy rendszeres, de ott is inkább azt mondanám, hogy úgy rendszeres, hogy leginkább például pénzügyi számvitelből is, meg pénzügyi kimutatásokból is, ugye a tanulási szakasznak a utolsó pár hónapjához illesztettük, és ott már rendszeres hetente, két hetente jelentkezünk online órákra. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy minden áldott szombaton ott kell ülni a monitor előtt, nincs ilyen. A szombatok 70-80%-ánál teljesen szabadok vagytok, nincs ilyen online előadás, a maradék 20-30%-on van, 2 vagy 4 tanóra, a délelőtti időpontban, de ahogy mondtuk, ott sem kötelező élőben részt venni, hiszen minden ilyen online előadást felveszünk, és mindegyik bármikor szabadon, korlátlanul visszanézhető, úgyhogy lehet menni nyaralni, síelni, dolgozni, bármit, bármelyik szombaton egészen nyugodtan. Indult tantermi képzés is volt kérdésként, illetve hogy több alkalommal is indul mérlegképes könyvelő képzés. Tantermi képzést nem indítunk. Pontosabban, én inkább úgy mondanám, hogy a Covid óta ez az egész felnőtt képzés, ez borzasztó erősen eltolódott a távoktatás felé. Ezért a Covid óta nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen tantermi képzésre való csoportot összeszedni. Minden mellett elérhető a honlapunkon tantermi képzés. Igen, tehát ha összejön annyi ember, akkor indítunk. Nem tudjuk még egyelőre, még a jelentkezési időszakban nem tudjuk a létszámokat. Egyébként én tényleg nagyon jó szívvel ajánlom a távoktatást.
fölösleges minden áldott szombaton 8 tanórát a mai online világban elmenni egy nem tudom én tanterembe, ott ülni, minek? Sokkal-sokkal jobb az a folyamatosan elérhető tananyag. Közben a kérdésben ott volt az is, hogy milyen rendszeresen indítunk távoktatásos mérlegképes könyvelői csoportokat. Évente körülbelül 5-ször indítunk, 2-3 havonta, tehát most február-márciusban, utána májusban, nyáron, szeptemberben és évvégén is valamikor. Nézem már is. A regisztrációs díj befizetése után, ha jól értettem, rögtön hozzáférek az online tananyagokhoz. Igen. Ebből következtetve van egy tanfolyam kezdési időpont, vagy mindenki más ütemben halad és készül fel a vizsgákra? Van egy kezdési időpont, csak aki a regisztrációs díjat hamarabb befizet, ő már ismerkedhet a legelső, a elsőként a tanulás ütemben elsőként kijelölt követelmény modulnak a távoktatásos tananyagával. Mikortól lesz elérhető a februárban induló tananyag? Már gondolom itt a csoportra vonatkozó kérdés. Hát amikortól ugye elindul a csoport, február, nem tudom, hogy eddig a csoportindítás. Igen, van egy adott jelentkezési határidő a honlapon, illetve ha lenyitjátok az ütemezést, akkor látjátok a tényleges tervezett indulási időpontunkat is. Ugye az indulás előtt még meg kell kötnünk a résztvevőkkel a felnőttképzési szerződést, aktiválni fogjuk majd a felületeteket, illetve a fiókotokat, és amikor az aktiválás megtörtént, illetve elkezdődik az online tananyagokhoz való hozzáférésnek az első napja, ugye akkor fog majd minden elérhetővé válni, illetve aktiválódni a számotokra. Modulonként egyébként, mert volt ilyen kérdés is, hogy mindent megkaptok egyszerre egy ütemben. Ugye van egy ütemezése a csoportnak, az az ütemezés szerint fogtok haladni, és mindig modulonként fog majd aktiválódni az újabb és újabb tananyagegység a számotokra. Nézem már is tovább. Jól gondolom, hogy közgazdász végzettségűeknek a jelentkezési határidő február 13-a. Igen, igen, tehát a felmentett csoportba tudnak jelentkezni ugye a közgazdász végzettségűek is, a pénzügyi számviteli ügyintéző végzettségűek. Erről ugye kivetítettünk egy táblázatot, itt tartoztak még ugye az adótanácsadók is. Ebbe a csoportban fogjátok tudni majd. Igen, tehát neki külön csoportjuk van a felmentetteknek, nem tesszük őket bele a szakmai előképzettséggel nem rendelkező csoportba. Ezért a jelentkezési határidő is máskor van, itt most éppen egy héttel később, mint a milyen gyakran indulnak tanfolyamok? A most februári képzésre még nem tudok jelentkezni. A legközelebbi az, az 2-3 hónap múlva, a májusban fog indulni. Igen, igen, májusban lesz a következő, utána pedig várhatóan júliusban indítjuk a következő csoportokat. Szeptember, októberben, utána és inkább októberben és novemberben. Igen. Jelent bármilyen hátrányt, hogy valaki előképzettség nélkül jelentkezik a képzésre? Nem. Teljesen nulláról indul a képzés, semmilyen előzetes tudást nem feltételezünk. Engem az is érdekelne, hogy ha a regisztrációs díjat meg befizettem, akkor mikortól számít a tanfolyam tanulás? Az egységes, tehát amikor ugye indul a hivatalosan mindenki számára az adott indulási szakaszban, az első tantárgya könyviteli ismeretek onnantól számít. Igaz, jól mondtam, Dél? Igen. De itt is mondom neked, hogyha a regisztrációs díjat befizetted, akkor meg kellett kapnod az első könyviteli ismeretekhez, modulhoz a hozzáférést, hogy addig is el tud kezdeni a tanulást, ha van hozzá kedve. Az RLB újra elérhető lesz? RLB-vel tanítunk, igen. Igen, a számvitel és adózás digitális környezetben modulhoz ugye biztosítjuk az RLB-t. Ez az RLB, ez egy könyvelő program, ez a leggyakrabban használt könyvelő program Magyarországon, ezt oktatjuk, erre vonatkozott a képzés, azoknak mondom, akik nem tudják, mi az, hogy RLB. Jó, a felnőtt képzési szerződés megkötése személyesen történik, ez volt még egy kérdés, amit többen is lájkoltak. A felnőttképzési szerződést elektronikus formában fogjuk majd megkötni a résztvevőkkel, nem szükséges személyesen befáradni egyik penta irodánkban sem hozzá. Még valami kérdés esetleg? Most érkezett. Igen, a modulzáró vizsgák fix időpontokban tehetőek le, mi van, ha
Mi van abban az esetben, ha valakinek el kell halasztani a modul záró vizsgát? Igen, tehát az ütemezés szerinti modul záró vizsga időpontok azok előre meghatározott időpontok lesznek, tehát hogy ezekkel tervezni tudtok majd már jó előre. Amennyiben valaki ezen a vizsgán nem tud részt venni, akkor biztosítani fogunk majd a későbbiek folyamán javító, illetve pótló vizsga lehetőséget is. Jó, én úgy érzek, úgy látom, hogy nem jött több kérdés. Köszönjük szépen a figyelmet, és... Illetve, bocsánat, bármilyen kérdésük van, akkor azt hol tehetik fel, akkor még itt tegyék föl, vagy pedig e-mailt írjanak. Ha bármilyen egyéb kérdés felmerül, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az ujmerlekképes@penta.hu e-mail címünkre, és kolléganőimmel válaszolni fogunk rá. Jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, remélem, hogy... Hamarosan találkozunk. És remélem, hogy minden kérdésetekre választ adtunk. Várunk benneteket szeretettel a képzéseinkben. De most még jött kérdés, én úgy látom, nem? Válaszoltam el egy kérdésre. Nem jött. Jó pihenés mindenkinek. Sziasztok. Szép estét, sziasztok.